Ott van ez a nagy busz, azzal fogunk menni. Stábunk először 2019-ben találkozott Ricsivel. Most pedig egy fejlesztő táborban látogattuk meg, hogy valóra váltsuk egy újabb álmát. Én oxigénhiányos állapotban születtem 2007-06-18-án, 5 óra 6 perckor, ha valakit érdekel. Nem panaszkodok egyébként, így is lehet élni, csak kicsit nehezebb, de ahogy meg van írva, majd úgy lesz. Küzdünk, ha szabad így fogalmazni. Küzdök az élettel. Ricsi már nagyon várta, hogy ismét részt vehessen abban a nyári terápiás táborban, ahol már nem első alkalommal jár. Hétfőn kezdődött, és pénteken lesz vége. Van egy 20 perces lovaglás, talán 20 perces, és akkor 2x45 percet nyomjuk. Hát a nap végét azt nem kívánom senkinek se, tehát hogy... Én már úgy el szoktam fáradni, hogy az, hogy nem kívánom senkinek se, de az elején, hogyha elememben vagyok, akkor jó. Hogyha nem, akkor az azért meg szoktam nehezíteni a dolgomat, de igyekszem jó pofát vágni hozzá. A fiú a tornaszót a szebben hangzó izomtenyésztésként szereti használni. Elárulta, hogy sok fejlesztő gyakorlatra van még szüksége. A betegségemről egyébként nem szeretek beszélni, mert az élettel foglalkozok, és nem a vagy állapotban vagyok. Én mindig pozitívan szoktam hozzáállni az élethez, sose negatívan egyébként, mert az nem szabad. Vannak sikereim az életben, például az iskola, na hát nagyon, nagyon büszke vagyok magamra, mindig is példás magatartás, meg példás szorgalom jellemzett. 4 darab 4-esem van, a többi 5-ös. Hát, hál' Istennek fél évkor nem buktam meg matekból, pedig 2-esre álltam, de kijavítottam 4-esre, szóval az is siker, de vannak kudarcosabb napjaim is, például kedden sikerült leessek a lóról is. Első és utolsó alkalommal. Nem tervezek többet leesni egyébként. Szabad idejében zenét hallgat, és szereti kreatív dolgokkal elfoglalni magát. Legutóbb egy meseíró pályázaton vett részt, ahol alkotásával előkelő helyezést ért el. Janikovszki Éva országos meseíró pályázaton. Hát országos második helyezést értem el a Múlt nyomában című írományommal. Erre is büszke vagyok amúgy. Leginkább barátokkal találkozni, de azért közben folyik a kemény munka is a háttérben. Vannak álmaim is egyébként. Például az egyik az, hogy szerepeljek a tévében, na ez már többször megvalósult, nem félek a kamerától, bevallom, jó is áll nekem, szóval. Erre születtem, kár lenne tagadni. Ricsi úgy köszönt el stábunktól, hogy a további terveiről egy következő forgatás alkalmával szeretne majd beszámolni.